magyar titkos szolgálat által feltárt amerikai milliárdokból folytat, tiltott pártfinanszírozásnak és pénzmosásnak is minősülő óriás plakát kampányt a Momentum. Ezért ma feljelentést tettem a politikus bűnözők ellen, miután sikerült feltárnom a céghálót a követelésem nyomán nyilvánosságra hozott titkos szolgálati jelentés és az Opten cégtár adatainak összevetésével. Márki-Zay Péter azt mondta, hogy a több milliárdos amerikai támogatásuk elköltését a hat párttal egyeztették. Bár a Momentum tagadta az osztozkodásban való részvételét, most kiderült, hogy az ő média, illetve cég birodalmuk is kapott abból a pénzből. Ugyan a Mi Hazánk nemzetbiztonsági átvilágításon sikeresen átment képviselőjeként nekem sem engedtek betekintést a Nemzetbiztonsági Bizottság zárt üléseire, de az eredetileg 2051-ig titkosított jelentés végül nyilvánosságra hozott részében összesen több mint 4 milliárd forint érkezéséről számoltak be a balliberális ellenzékhez köthető szervezetekhez és cégekhez a választási kampány alatt külföldről, főként az Action for Democracy nevű fedőszervtől. A milliárdos támogatások végfelhasználóinak azonosítása során mutatták ki, hogy a Bajnai Gordonhoz, illetve egykori titkosszolgálati miniszteréhez köthető Datadat cégcsoporton keresztül többek közt a Felituno Media Kft. Is kapott pénzt, erről azonban többet nem írtak a titkosszolgálati jelentésben. Az Opten kapcsolati hálója viszont az ügyvezető Sárándi Rajmundnak egy másik általa vezetett média céget is mutat, a szintén 2021 őszén alapított Street Fluence Kft.-t, amely a Momentum mostani óriás plakát kampányát is biztosítja, méghozzá a piaci ár negyedéért, miközben más pártnak nem adnak helyet semmi áron ettől a cégtől, legalábbis a Mi Hazánk mozgalom többszöri megkeresésére sem válaszoltak nekem. A cégnek a Momentum a mostani kampányra mintegy 90 millió forintot fizetett ki, de az óriás plakátonkénti havi bruttó 99 ezer forintos díjjal szemben a piaci listaár valójában ennek körülbelül négyszerese. A piacvezető Zsizi Dökó Hungary ZRT óriás plakát helyeket minőségi kategóriától függően havi bruttó 309 és 503 ezer forint között ad a pártoknak. A baloldalhoz köthető Hungaroplakát reklám Kft. 279-től 419 ezerig, vagy például a Független Pannon plakát reklám Kft. Listaára 330 és 495 ezer forint között mozog. Ezekkel szemben kell értelmezni a piacon egyedülállóan és feltűnően alacsony 99 ezres momentumos díjat, melyet másnak nem biztosít. Pedig a Lex Simicska óta a pártok csak egyelő listáron hirdethetnek, és közé kell tenniük a szerződéseiket. A választások előtt háromnegyed évvel mindössze 3 millió forinttal alapított Street Fluence Kft. 2022-ben varázslatos fejlődéssel 2627 felületet vett tulajdonba, többek közt ezt az óriás plakát táblát is, és hát így az óriás plakátok piacának meghatározó több milliárdos vagyonú szereplője lett. Az amerikai milliárdok miatt a titkosszolgálat mellett korábban már a NAV is vizsgálatot indított költségvetési csalás gyanújával, a rendőrség pedig pénzmosás és sikkasztás gyanúja miatt nyomoz, illetve az ÁS is vizsgálja a pártok kampányfinanszírozását emiatt. A nyomott áron kizárólag a Momentummal való óriás plakát szerződés viszont felveti a bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás gyanúját, illetve a külföldi mikroadományoknak álcázott, de hát valójában ismeretlen, gyanús eredetű pénzek átláthatatlan felhasználása miatt, pedig pénzmosás miatt is feljelentést tettem a Momentumos céghálózat ügyében a politikus bűnözés visszaszorítása érdekében.